Sziasztok! Elérkeztünk a 2023-as Vlogmas sorozatunk második részéhez, amelyben az advent első vasárnapjának tiszteletére sütök egy nagyon egyszerű, mindössze két összetevőből álló süteményt, ami egyébként az egyszerűsége ellenére mégsem sikerült tökéletesen. Aztán mesélek nektek az adventhez fűződő svéd tradíciókról, valamint elkészítem az adventi asztaldíszünket skandináv dizájn szerint. Mutatjuk azt is, hogy Erik milyen egyedi megoldást talált az adventi csillagunk rögzítéséhez. Ez a süti, amit most mutatni fogok nektek, majdnem el sem készült, mert a hozzávalókat már egy jó ideje megvettem, egyébként kettő összetevő kell mindösszesen ehhez a süteményhez, és abból az egyik a Nutella. De mutatom nektek, hogy az elmúlt három napban már két üveg Nutellát is vettem, mert hogy az elsővel így jártunk, elég rövid idő alatt, hát megevődött, így csak úgy magában. Mindenki rájár a Nutellámra. Hogy lesz így ebből sütemény? Este 10:30-kor Nutellás kenyeret enni. Matika! És igazából muszáj most már ma hozzálátnom a sütihez, mert a második is vészesen fogy. Nem is tudom, hogy ez elegendő lesz egyébként hozzá, mert hogy ez egyébként, ahogy az előbb említettem, egy két összetevő sütike, kell hozzá két csomag, leveles tészta és Nutella, tetszőleges mennyiségben ízlés szerint. Hát az én ízlésem szerint minél több, annál jobb. Tavaly ez nagyon népszerű volt, ez a leveles tésztás nutellás süti, és mindenki ezt a karácsonyfa alakú változatát készítette el. Hát most egy kicsit én is lestem a TikTokról, és ott most ezt tovább fejlesztették, és másféle formát kapott. Nálunk mindenki imádja a Nutellát, és szerintem sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha egészen egyszerűen csak négy kis kanállal körülüljük ezt az egy üveg Nutellát, minek is azt elrontani bármiféle leveles tésztával vagy egyéb dolgokkal, a Nutella úgy finom magába, ahogy van, töményen, édesen, cukrosan. Na de azért mégiscsak hozzálátok most ehhez a sütikéhez, megmutatom nektek is, hogy hogy készül, hogy így első adventre, az ünnepre legyen valami sütemény is az asztalon. Amíg sül az első adag, addig megalkottam a 2023-as Carson Designt, ami a karácsonyi sütiket illeti, ugyanis hát nyilvánvalóan a leeső széleket nem volt szívem kidobni, nyilvánvalóan nem a leveles tészta miatt, hanem a rákent Nutella miatt. Ez itt például, hogyha nagyon művészi szemmel tekintünk rá, lehetne akár egy házikó is. Illetve maradt még itt néhány teljes egész sütike, és ezek pedig itt majd az én diétás adagom lesz, bár valószínű, hogy oly mindegy már az elfogyasztott másfél üveg Nutella után. Na hát az van, hogy nem ezek életem legszebb süteményei egyébként, valahogy a TikTok videón nem így néztek ki. Hatalmasra duzzadtak, és egy kicsit el is csúsztak itt egymáson a rétegek. Hát, nem tudom, így most még inkább azt érzem, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha csak simán megezzük a Nutellát az üvegből. Azért bízom benne, hogy találok köztük egy-kettő fotogént, amit ugye le tudok fotózni, hogy feltegyem az Instánkra vagy a Facebookunkra, de hát süti szépségversenyen tuti, hogy nem indulnék ezekkel. Megnézzük hát, hogy egy kis porcukor segít rajtuk. Elkészültek a handicapesek is, bár lehet, hogy ezeket nem kellene mutogatnom. Nekem oly mindegy, hogy néz ki, a lényeg, hogy Nutella van benne. Néhány nappal ezelőtt behavazottunk,
És ez meg is marad, vagy meg is maradt eddig, mert annyira nagyon hideg van nálunk. Napközben is mínusz 6, mínusz 8 fok, éjszaka meg mínusz 11, 14 is volt. Nagyon hideg, most megyek a mosodába, foglalok mosóidőt, mert attól függetlenül, hogy ünnep van, azért tiszta ruhára szükségünk van. Nagyon bízok benne, hogy vagy megmarad a hó, vagy jön még egy kis utánpótlás karácsonyra, mert azért az úgy szép, hogyha fehér a karácsony, bár itt nem nagyon jellemző sajnos itt a mi térségünkben, hogy fehér karácsony legyen. Leginkább olyan január-február környékén szokott megérkezni az igazi nagy hóval járó tél. Hát most, amit láttok, ez ennek ellentmond ugyan, de majd meglátjuk, hogy lesz ez idén karácsonykor. Az adventi asztaldíszünket idén is én fogom elkészíteni, bár eddig inkább azt a Magyarországon is nagyon divatos dizájnt követtem, amikor tudjátok, ilyen kerek, fenyő ágakra, vagy ilyen koszorúra mindenféle szép kis díszeket aggatunk, és arra tesszük rá a 4 adventi gyertyát is. De idén inkább a skandináv stílus mellett döntöttem. Tudjátok, ez a letisztult, egyszerű, mindenféle cicomától mentes stílus. Úgyhogy vettem hozzá egy gyertyatartót. Ez ilyen kerámia gyertyatartó, és itt fognak majd benne állni a gyertyák. Viszonylag mély, és ugye ezt föl kellene töltenem mohával. Vettem hozzá mohát is két csomaggal, de nem tudom, hogy ez elegendő lesz-e hozzá. Ezért lehet, hogy majd valamivel kipáranazom itt az alját. Aztán, hogy azért mégiscsak legyen némi dekoráció rajta, vettem két ilyen fenyőágat, amin van toboz, illetve ilyen kis piros bogyó, valamint ilyen kis gombákat, és akkor majd ezt fogom a mohába így körbe a gyertyákon beszurkálni. Valamint vettem egy karácsonyi mintás asztali futót is, mert hát csak nem tehetem rá az adventi gyertyát, illetve asztali dekorációt arra a futóra, ami még mindenféle tökök és egyéb őszi minták találhatóak. Svédországban decemberben az utcákon sétálva szinte minden otthon ablakaiban láthatjuk az adventi csillagot, amely a betlehemi csillagot szimbolizálja. Ami ugye a három királyokat, azaz Gáspárt, Mennyhértet és Boldizsárt elvezették a jászolban fekvő újszülött Jézushoz. Ahogy az adventi kalendárium, úgy az adventi csillaglámpa feltalálása is a németekhez köthető. Az 1880-as években egy tanár azzal az ötlettel állt elő, hogy a bentlakásos iskolás diákjai készítsenek egyfajta papírcsillagot, benne fénnyel, világítással. Svédországban ez 1930-as, 40-es évekre vált népszerűvé, és advent első vasárnapjától díszítik az otthonok ablakait vele. Természetesen a mi ablakaink is ki lesznek világítva. Vettem hozzá egy ilyen Adventsjustake, úgy hívják ezt. Már is kibontom és megmutatom, mert így a dobozból nem nagyon látszódik. Szóval egy ilyen asztali hétágú lámpa, és ehhez vettem nagyon aranyos kis télapú díszeket, amit így föl kell rakni a lámpára, valamint a nappali ablakában pedig egy nagy piros csillag lesz. És ez egyébként csak maga a papírcsillag, és van hozzá, vettem hozzá külön egy ilyen lámparészt, ez fog majd világítani. Ezt is kibontom, és jobban látszik úgy. Ez most valami újdonság egyébként, mert tavaly, illetve a korábbi években még nem láttam ezt a fajta megoldást. Ez egy olyan kis lámpa, amit USB kábelen keresztül föl kell először tölteni,
És akkor itt a kis lyukakon világítani kezd majd, még nincsen feltöltve, mert látjátok, most bontottam ki, de mindjárt fölteszem a töltőre, mert mikor besötétedik, akkor szeretnénk már fölhelyezni, és akkor így advent első vasárnapján fölkapcsolni az adventi világítást. És a gyártó egyébként azt ígéri, hogy egy feltöltéssel 24 napon keresztül, azaz december 1-től egészen karácsonyig, vagy hogyha mondjuk advent első vasárnapján kapcsoljuk föl december 3-án, akkor akár a karácsony végéig is világítani fog. Természetesen gondolom nem úgy, hogyha a nap 24 órájába üzemeltetjük, hanem csak a délutáni esti éjszakai időszakra kapcsoljuk fel. És akkor ezt egyébként itt a csillagba kell majd belehelyezni, és azzal együtt kell felakasztani. Az adventi fények tradíciójához kapcsolódik az Advent Jusztake, azaz az adventi gyertyatartó használata is. Az adventi csillagok mellett ezek az általában hétágú adventi lámpák is helyet kapnak az ablakokban. Az ágak a hét napjait szimbolizálják, és ezek első felkapcsolása is legkésőbb az advent első vasárnapján megtörténik. Az elektromos adventi lámpa feltalálása a Philips göteborgi gyárának egyik alkalmazottja, Oscar Anderson nevéhez fűződik, és az 1930-as évek elejére tehető, amikor is karácsonyfa égőből és egy ív alakú gyertyatartóból megépítette az első lámpát. Amikor Oscar prezentálta az ötletet, kevesen hittek benne, de a 30-as évek közepén megkezdődött a lámpák gyártása és értékesítése, és ma már nincs olyan svéd háztartás, ahol ne lenne legalább egy belőle. Még évekkel ezelőtt kaptam a barátnőmtől ezt a kis szívecskés mécses tartót. Azóta itt lóg egyébként az ablakomba, de mécses még soha nem került bele. Viszont most vettem hozzá ilyen kis elektromos mécseseket, és szerintem ezt fogom belehelyezni, és esténként ezt is fölkapcsoljuk majd. Apa, kellene nekem egy kis segítség? Tudsz segíteni nekem? Ezt a csillagot kellene fölvarázsolni valahogy ide az ablakra. Ráérsz egy kicsit? Nem. Muszáj lenne pedig, hogy ráér, mert egyedül nem tudom megoldani. Mert hogy, megfogod, vettem hozzá egy ilyen mágneses krúkot, ez majdnem olyasmi, mint a fúrás nélküli akasztó, amivel a képet raktuk fel. Csak hát ugye az a baj, hogy leesett a képünk, úgyhogy, de hát a függetlenül én még mindig itt lakok, szóval nem, úgy, nem olyan váratlanul ért minket, hogy Erik szívinfarktust kapjon. Plusz van hozzá egy ilyen is, amit bele kéne tenni, ez a madzagja, ez fog világítani benne, és itt ki kell nyitni, és valahogy oda bele kellene lógatni a csillagba, és akkor utána ide az ablakra gondoltam valahova, csak azt a mágneses akasztót meg kéne nézni, hogy hogyan működik. Miért még... Olyan szuperül, mint a másik. Mert hogy ilyet még nem használtunk, ez elvileg azt csinálja, hogy van benne egy ilyen öntapadós kis korong, amit föl kell applikálni valahova. Hát én ide a plafonra gondoltam, hogy onnan lógjon majd le ez a csillag. És akkor itt ez a része meg elvileg mágneses, és hozzá kapcsolódik ehhez a kis koronghoz. És akkor erre elvileg föl lehetne akasztani. Ez egy férfi meló, szóval nem érgelődjél itt rám. Mivel ma advent első vasárnapja van, ezért ezt ma be kell üzemelnünk, mert sötétedéskor ki akarom világítani a lakást. Úgy csak ez így meg olyan béna, hogy az egyik piros, a másik meg fehér a madzag. Nem? Vagy nem fog látszódni annyira, nem? De most akkor hogy fogod bekapcsolni, hogyha egy gomb van rajta, és hogyha most beletetted anélkül, hogy bekapcsoltad volna, de időzítő van amúgy rajta? Vagy így majd így mindig bele kell nyúkálni, és akkor úgy kell. Az szuper. Hát elvileg kellene, hogy legyen rajta időzítő. Azt hittem, hogy ennek hosszabb ennek a csillagnak a madzagja. Úgy képzeltem el, hogy mit tudom én, idáig lelóg. Mi fog csörömpölni? Nem én. De miért gondolod, hogy ez csörömpölni fog, apa? Hát mert le fog esni. Hát ha nem. Hova? A plafonra, apa. A plafonra? Hát nem tudom. Hát csak oda lehet. Hát most máshova hova? Hát csak hogyha... Egyszerűbb lenne a karnishoz. Nézd, itt középen ott van egy akasztója. Igen. Aha. Jó. És... Én melyik ablakon?
Hát igazából itt most csak az a baj, hogy... Ja, nem is baj, mert kifelé nyílik ez a hátsó ajtónk. Te lehet, hogy egy kicsit lefejeled majd a csillagnak itt egy-két oldala, a ágát, de... Most csak belülre akarod, vagy nem akarod, hogy kívülre is lássad? Hát figyelj, de jobb lett volna, hogy a kívülre látszódik, de igazából itt a karnison nincs akasztó. Itt van középen egy akasztó, arra ráment. Hát vagy nincs jobb ötleted, akkor hogy akasztam fel oda? Jó, dehogy nem, ez is nagyon jó, apa, nézd, oda mágneseződött. Akkor akaszd arra. Hát te vagy az ész a családban, lehet, most már azt onnan le se tudod szedni. Nem is kell akkor a plafonra ezt a részét fölragasztani. Na így hát, ha nem fog leesni. Bizakodjunk. Vagy ha mégis leesik, akkor mit csinálunk? Ha nem tartja meg, akkor hogy legyen? Van egy ötletem. Hogy? Mia? Most kifele az ablakon kiabálsz, nem kint van, hanem bent van a szobában. Gyere. Segíteni kéne apának felakasztani ezt a csillagot, csillagom. Úgy, várjál, tartsad. És mi a gyerek itt fog állni december 31-ig, és tartja a csillagot, vagy mi? Úgy fog állni. Hogy csillagtartunk. Kibírod január 1-ig? Keresek egy bátran ötletekért. És megoldásokért. Erik mindenre tud valami megoldást. Na jó van, drága, szálljál le onnan. Azért nem kell tényleg itt állnod január 1-ig. Na jó van, kapsz karácsonyi ajándékot. Megdolgoztál érte. De igazából ezt Matikának kéne ezt a feladatot adni, mert akkor így ráfoghatná, hogy nem kell menni iskolába, mert neki csillagtartó feladata lett. Na, beigazítottad a csillagot, apa? Akkor Lici, kapcsold már föl azt a fényfüzért is ott mellette. De filmezd a fenekel. De, pont azt csinálom. Hé, hey, Joey feneke! Nagyon szép lett. Most már csak a függönyt kellene lecserélni. Van piros függönyöm. Apa, beválaszt még egy függönycserét is, Léci. De, muszáj. És akkor te is kapsz karácsonyi ajándékot. De a szürket előbb le kell venni. De kell a... Ja, a csavarhúzó. Hozom. Tessék, apa. Ez nem jó? Miért nem jó? Azt mondtad, te mindenre tudsz megoldást, akkor ebből nem tudsz, a csillagból nem tudsz lapos csavarhúzót csinálni. Laposat nem találtam, MacGyver. Old meg késsel.